A rekordok megdöntéséről szólt a Natur Texans TS-edek utolsó MAFC elleni alapszakasz találkozója, pedig az első percekben kissé megilletődötten kezdett a fehérmezes hazai alakulat, a fővárosiak vezettek a mérkőzés elején, aztán belejöttek a szegediek, a negyed végén zúdultak a triplák a fővárosiak gyűrűjébe, így 10 perccel teltével 29-23-ra vezetett a Szedeák. A második játékrészben olykor könnyű, olykor látványos zsákolásokkal szereztek pontokat a hazaiak, de még nem sikerült eldönteni a meccset, 54-46-os állással vonultak pihenőre a csapatok. Aztán jött a szegedi henger, összesen 15-3 pontos csülyeztettek el Josh Fortune-ék, a vendégek nem bírták tartani a lépést, így 21 pontos előnyre tett szert Angel Komandics együttese a záró negyedre, amit már csak becsületből játszottak le a felek. A Naturtex először jutott 100 pont fölé az idei szezonban, Marko Boltic egyéni rekordot jelentő 18 gólpasszal fejezte be a meccset, Josh Fortune pedig 31 pontjával a legeredményesebb mérkőzését játszotta a Szedeák színeiben. A vége 108-85-ös hazai győzelem. Álmosan kezdtük, amikor ők nagyon szépen kihasználtak, de utána, amikor egy picit hát, rendbe tettük a védekezést, kicsit fölgyorsítottuk a játékot, az is igaz, hogy kívülről nagyon jó dobtunk. A védekezéssel voltak problémák, főleg a rossz kezdés miatt, de meg kell találni a hibákat, ki kell javítani, mert most jön talán a legfontosabb szakasz a bajnokságnak. Ugye a mai forduló is mutatta, hogy akárki meg tud verni akárkit. Ez a középszakaszban ez hatványozottan igaz lesz, úgyhogy harcunk a rájátszásért, nem is lehet más a célunk. Az alapszakasz végeztével következik a középszakasz, ahol a Paks, Zalaegerszeg, Pécs, Kaposvár 4-es lesz az ellenfél. A jelenleg 10. helyen álló szegedieknek 8 mérkőzése lesz arra, hogy kiharcolják a rájátszásba kerülést.